Ez az utolsó túranap ebben a hónapban, ezen a szakaszon. Vállusról nagyon gyorsan kijártam, és egyből be is az erdőbe, be a sűrűjébe, ahogy az kell. Volt egy kis kavarodás, persze két farakás között kellett bejönni, amit nem vettem észre, jelölés sem volt. Igazság szerint már most alig várom, hogy kérjek az erdőben, a sok vérszívó miatt. Valahogy most még a napon aszfalton gyaloglás is jobban esne. Hát itt vannak gyönyörű nagy szúnyogkeltetők. Úgyhogy nem... Ez a szemembe ment. Nem is csodálkozom rajta, hogy ennyi dög van. És most itt jön. Önként és dalolva a reggeli. Itt vagyok az egykori kőbányánál, Gyenes Diás mellett. Hát hatalmas, azt kell mondjam. Próbálom megmutatni, hogy... Tehát amerre nézünk így körbe, végig a bánya. Viszont iszonyatosan égett a nap. Sajnálom, hogy itt minden elég fehér, mindjárt meg is vakulok. Úgyhogy nem fogok itt sokat időzni. Mindenesetre szép, ja, és a fenyők itt és fönt is, ahonnan jöttem le, hát illat van, isteni, karácsonyi illat van. De ennél szebbet, jobbat ritkán. Úgyhogy azért föntről van elég meredek ösvény, kavicsos, nem igazán akartam kipróbálni, de ahogy az út visz lefele, van bejárata is, úgyhogy meg lehet nézni. Két oldala van a bányának, a kettő között jön le a kék jelzés, a másik oldalra most nem fog bemenni, feltételezem, hogy ugyanilyen. Itt most még egy picit elnézelődök, és aztán indulok tovább Keszthely felé, onnan pedig Hévíz a mai végállomás. Hévízen vagyok, egy kis keszthelyi pihenőt követően úgy döntöttem, hogy elbuszozok ide, és akkor innen gyalogolok vissza Keszthelyre, legalább a másik oldalamat is égetheti egy kicsit a nap. Egyelőre itt jövök egy gyönyörű, hát nem tudom milyen, nagyon gyönyörű, szép tényleg árnyas sétányon, és remélem, hogy az utam egy jó része tényleg ilyen árnyékba fog vezetni.